Zarovje, harászó, van benne paprika, bors, meg sáú, lesz is sáú. Bizony, de, sziasztok, úgy bizony, de, nagyban helikopter kinézetű, helikopter csábrázatú, nagy Bartos, nagyban, úgy bizony. Iszok jó kis sört, sör és cigire mindig legyen víz alaptételek, de. Hogy lényeg. Igazándi boldá, Dobredá neve. Pistacölnek néztem nagyba az egyik csídejóját. És az egésznek a lényege úgy bizony, de. Uborka. Hogy. Ahogy is. Négy láda szölleit leszed. Hiszem, hogy négy láda szöllő volt, meg hol emlékszem a csilejúra, akkor papír B vitamintá. Meg volt egy láda alma. Most valamilyen szörvezetnek vitte el. Most egyébként föl is megnéztük, aki most tőtikézi föl a csilejót. Azzal megnéztük, de van a csilejó alá csilinkülve, ez szörvezel, de azt meg nagyban egyébként az unokaecsémtől kértem ezt a kapitalista szemetet, de igazándiból egyébként nem szeretem a csillességet, de háborúba hát van benne kalória. De nem szeretem, inkább a sósakat szeretem, de megmutatom egyébként a csomagolást kell megfizetni, de unokaecsém adta, de az egésznek a lényege, hogy gyakorlatilag egyébként a német katonák lekvárat, csokoládét ettek a fronton. Hát nem is sok minden lett egyébként belülük, de nagyba az a lényeg, hogy van kalóriatartalma. Ezt így kell egyébként tenni, de Bartosista módjára. Na, tehát csomagolásos túl. Na, tehát elvitte egy karitasznak, be is van sinkűve, hogy kicsi sótlan ez a csoki. Rá egy kis só. Még nem érzem az csizeket, de sótlannak éreztem, egy kicsit ilyen sótlan. Gondolom, na, minden jó. Akinek, hogy önkéntes munkával, süteménnyel és pénzzel segíthetsz ezeken a zömbereken, de. Egyet nem vágok. Önkéntes munkával mi a faszért segítsek egyébként bárkin. Értsük? Tehát én azért miért dolgozzak, hogy tehát úgyse egyébként azon segítek. Az megy az államkasszába, tehát ne hűtsenek már. Sütemény, miközben van a süteménynek a segítésre. Ezt se értem. És valakinek, hogy az adakozás, meg a, ez egy nagyon nemes dolog, meg a combentek ebben is kiderült, tehát ez egy tényleg valóban elkönt egy nemes dolog. De viszont egy taval sárga barack pálinkákból, sárga bavackból, a pistacöl, tisztelt pistacöl, csináltál pálinkát. Most miért nem tudtál almábú meg szöllőbű főzni, vagy főzetniú, vagy saját maga, nem tudom, hogy te főzted, hogy vegyi gyümít, tehát vegyes pálinkát, tehát ezt se vágom. Másik dolog pedig azt tisztelt is, azt föltett kérdésem, biztos egyébként, hogy célba érnek egyébként a, kell mondom egyébként csak az én, és nem semmiféle rossz indulatosság nincs, de hogy biztos, hogy célba ér egyébként az élelmiszer csomagot. Én még egyébként megmondom őszintén, jó, nem vagyok hajléktalan, de vagy hát ha anyám nem fogadott volna be, mondjuk, akkor meg a csalbérletben lennék.
albérletbe, vagy az utcán. De attól függetlenül ő, te egyébként is tölt pistacöl, te láttál már egyébként, de... Almát hajléktalan tenni az utcán, almát. Mert én még nem láttam olyan hajléktalan, az meg aki az utcán ette volna az almát. Vagy mit tudom én. Biztos, hogy célba ér. Erre majd bács válaszul el, hogyha tudsz. Mert ugyanis én Vinnyésen meg Cselzamajorban, amikor nem itt ellaktam a Mutánál, mindig kaptam karácsony húsvétra csomagot Vinnyésen. Bementem, ekkor kakös konzerv, most nem azért mondom, egy kis száraz tészta, meg mit tudom én, egy kiló liszt, meg egy kristálycukor volt benne, tehát semmiféle ízé. Gyakorlatilag itt meg vagonnyával viszik be a csélelmiszereket. Biztos egyébként, hogy azok kapják meg. Nem tudom, nem a szervezők osszák el maguk között. Mondom egyébként, csak ez egy kérdés, ártatlan kérdés. Lehet, hogy aztán hülyeséget beszélek, csak ez így eszembe jutott. De. De attól független, nömes dolog. De. De, most ez úgy jutott eszembe, hogy láttam a videót, meg már a szüret ültem ugye én is, meg holnap is fogok. És ugye ez eszembe jutott. De. Vagy ezzel kapcsolatban. Abban viszont egyébként igazad van, de, hogy gyári munkára tényleg nem szabad menni. Ebben viszont igazad van. Na, ennyit akartam. Ula. Az adakozású konyhez. Most meggyújtok jó kis cigire, de...